Jaj, hello! Sziasztok gyerekek, üdv a csatén! Képer jelentkezik következő! Sorálatos, My Summer Car-ral! Gyerekek, olyan, mintha furán futna, vagy pedig nekem egy kicsit káprázik a szemem? Nem tudom egyébként. Olyan híreim vannak, hogy meg fogtok bolondulni, gyerekek. Igen, nézzétek, kihoztam ide a motort. Tudjátok, miért hoztam ki a motort? Azért, mert csináltam róla egy print screen-t. Írtátok egyébként, hogy valószínűleg miért nem tudom felpattintani a szíjat, de egyelőre most más kellett csinálni. Nagyon-nagyon gyorsan rá kellene pörögni az eseményekre, mert egyébként nagyon nagy bajban van a keeper, mert fogadást kötöttem, hogy konkrétan még három rész van, amikor meg tudom ezt oldani, várja, ezt itt tudom megoldani, bal hátsó. Az azt mondja, hú, gyors, nagyon gyors, nagyon gyorsan kell cselekednünk gyerekek, úgyhogy produktív, pörgős gameplaybe fog részetek lenni ezerrel, mert tényleg, na, nincs idő, nincs idő, basszus, egy 10 másodpercet nem veszíthetünk gyerekek, komolyan mondom, mert olyan dolgot, fogadást kötött a keeper, hogy 5000 forintba, hogy a következő három részben bekefejeznem a járművet, úgyhogy ezt így kell kikalkulálni, gyerekek. Úgyhogy semmilyen izé nem lesz, semmilyen holt idő, holt játék. Komoly pénzek forognak kockán. Nekem meg valami szösz belement a számba, azt nem tudok beszélni. Micsoda érvágás lenne, nem? Jobb első gyerekek, jobb első gólyaláb. Ki kell használni az időt mindenképpen, nagyon-nagyon-nagyon. Várjatok, egy csomó mindent írtatok egyébként. Imádlak benneteket, gyerekek, nagyon! De tényleg írtatok egy csomó mindent, például azt, hogy az egyik dugattyú az kuka. Írtátok, hogy az egyik dugattyú az kuka. Hát az úgy marha jó. És ezt jókor mondjátok, amikor már összerakom a gépet. De eddig még senki nem mondta, érted? Azt most meg írta valaki, hogy figyelj, csak szólok, az egyik dugattyú az kukám. És ez komoly? Ezt írjátok meg, mielőtt elkészül az autó teljesen, ne az legyen, hogy kilövjük a holdra az egyik dugót. Vagy mit tudom én, tönkre megy az egész motor, azt cseszheti a keeper az egészet, mert akkor bajok lesznek, srácok. Jobb első kerék. Agy. Ej, valahol is télőnek, he! Meg kéne nézni, hogy hol. Ezt az egyet módosíthatta a készítő megint, nem ezt az egyet, a csomó minden, hogy ne kell lehajulni mindenért, várjál, féktárcsa. Az tök mindegy, hogy melyik oldalra, figyelj. Valahogy stilőnek, de komolyan, valahogy megint stilőnek. Nagyon gyors leszek, nagyon hatékony, ezt kell mantrázni a keepernek. Egyébként Seven Days to Die hajózni, kisamma. Az is megy, az a sorozat is, ám elkezdődik. A gyerekek, úgyhogy készüljetek fel a legjobbakra. Várjál! Jobb első, pont kifogtam, basszus, nem is figyeltem, hogy melyik oldali. Na, kormány összekötő, féltengely, kormányrudazat, ilyesmi. Izét is kivisszük a laptopot. Ezt megcsipöljük a verdát, gyerekek. Na, akkor szituáció következő. Mi az, ami kö nekünk, ki oda ki? Mi az, ami kö... Ja, ezt vazza, ez föl kell csettinteni a motorra, mert különben ez nem lesz jó. Beleesik az első basszus a kaplunkhoz. Várjál. Ez mennyi ide föl? Az a mi mozog? A zöld leveles. Azt nem mondta, hogy így nem tudom fölrakni, mert akkor izé leszek. Bolond lesz a keeper! Ezt ide kéne, hogy fölpattintsa. Miért nem tudom fölpattintani, srácok? E bugol a dolog? Vagy mi? Miért nem tudom fölrakni? Azt nem mondjátok, hogy valamit nem sorrendbe raktam. Úristen! Most ezt írjátok meg, léci. Segítsetek, hogy már el tudjam nyerni Ferikének a pénzét. 5000 forintba fogadtunk, hogy még három részem van, hogy összerakjam furra az autót, és eljussak vele lábon a városba. Ez a izé. Várjatok, ezt el kéne vinnem. Ezt elviszem. Elviszem a kalapácsot. Kalimpácsot elvisszük. Azzal alszunk. Egyébként halál komolyan. Meg fogjátok látni. Megnézzük, hány óra van. 9 óra van. Még egy kicsit kellene ténykedni. Mit kéne ténykednünk, gyerekek? Elő kéne készülni. Ki kéne vinni az emelőt? Várjál. Ezt az emelőt alá tudom pattintani? Tudom ezt használni? Így, hogy itt tudom, hogy alá rakom, aztán akkor szerelünk ezerrel? Ja. Várjál. Ezt azért hoztam ki, mert itt csináltam a print screen, tudjátok. Itt milyen volt az index képje a képernek? Kormány. Jó, oké. Szuper gyerekek, ne túrjunk semmit. Mert akkor bukunk, gyerekek, bukunk. Ezt is ki kéne vinni, ezt csak úgy tudom húzingálni. Hát milyen nehéz ez? Tesz. Máriám, hát mi történik? Mi folyik egy öngyösön? Jó, gyorsan, gyorsan, gyorsan.
És akkor most nem állok neki szerelni, ez mi volt ez? Mi volt ez a durranás? Valaki lőtt egyet. Beköpte a stíla izét a gyertyát, vagy durrantott egyet. Bár robbant a üzemanyag. Na, szerintem tuti vagyunk, konkrétan alig van már alkatrész. Ezt megmondtátok, hogy azért nem tudom fölrakni, mert valamit nem jól lazítok meg, vagy mit tudom én, milyen probléma lehet ezzel. Ilyesmit írtatok, hogy emiatt valószínű, hogy nem tudtam fölrakni, mert nem jó van lazítva, ilyesmi. De tényleg, hát ezzel... És ez hogy kell ezt akkor tekercsőnöm, meg mit kell vele csinálnom? Most ráhúztam az összes csavat, nincs ráhúzva, ugye? Rá van, ezzel nem tudom mit csinálja a gyerekek, de komolyan mondom ezzel, hogyha szemem álljon meg, hogyha tudnom, hogy mit kell csinálni. Méret, hatos, de most ezzel nem tökölünk. Figyeljetek, alszunk, sőt, én most ki is járok ezzel. Úgy. Sok dolgunk van, gyerekek, a mai részben. Nagyon sok dolgunk van. Übe. Gyújtás kapcsoló. Figyeljetek, reggel az izé lesz. Rohanás. Rohanási lesz. Kézifék. Agye. Oké. Teszünk egy rukit. Rugassuk a verdát, rugassuk. Valahogy ki kell fordulni. Az útra. Ez az. Gyerekek, izébe állít a pole positionbe. Oké, okay. Nyitva hagyom az ajtót, esküszöm. Így fog itt várni minket ez. És akkor most megyünk aludni. Imádkozzunk, hogy reggelig aludjunk. Nem tudom, meddig fogunk egyébként. Na, azt a betyár. Hát nem is volt normális beköszönés szerintem, mert annyira bele vagyok itten borondulva a dolgokba. Ajjajajajajaj. Remélem, hogy izéig alszunk reggelig. A nagy bürös francokat már megint korom sötét van! Nem hiszlek el benneteket, de hol van a villanykapcsoló? Elvileg világítani a kéne a villanykapcsolónak erre meg... Lószar sincs. Mi van itt? Gyerekek, volt olyan boró bekapcsoló... Bazze, hova tűntek a villanykapcsolók? Most komolyan, most elment az a bód. Hát bazze, be volt egy olyan borom. Van, hol csörög a telefon? Itt kéne valahol lennie, nem? Itt van a poszter. Hopp. Hát ez késő volt egy kicsit. De te... Na most meg már világított a villanykapcsoló, az előbb meg nem világított. Mi történt? Mi folyik itt gyöngyösen? Hány óra van? Hajnali kettő. Semmi probléma, gyerekek. Hajnali kettő van. Figyeljetek, hasznosítsuk magunkat. Mivel? Nem tudom. Kéne ennünk, meg ilyesmi. Meg igazából neki álljak, addig szerelni valamit? Figyelj, állj! Stoj! Mert nagyon pörgünk, meg azt sem tudom, mit csinálok kénomba itt. Azt kellene csinálnunk, hogy el kellene mennünk a boltba, és akkor meg kéne nézni a kerekeket. Azokat föl kellene húzatni, úgyhogy ezeket el is rakjuk. Ezeket. Oké. Okay. Meg lehet, hogy el kéne menni a másik kerekekért is, hogy össze tudjuk addig rakni, nem tudom, instant rakja, az meg a szellemkastélyba. Ez a két dolog egymás mellett van, úgyhogy nagy probléma nem lehet, gyerekek. Ki kéne használni az időt, addig szerelünk, vagy valamit csináljunk, nem? Ezt be tudom ide pattintani én, úgyhogy nem. Be tudom úgy pattintani, gyerekek, hogy nem izélek? Hogy nem emelem meg, az jó lenne, az bírná a keepernek az agya. Ez az, addig szerelünk, gyerekek, nem kis pályázunk, figyelj, éjje is. Fejlámpa kellene, vagy valami csoda. Várjál. Oké. Okay. Fogjunk egy csavarkulcsot. Nem tudom, minek még. Egyébként, ja, várjál, kettes. És hányos csavarok kellenek? Oda nézd meg, kora király. Hát még sötétben is látom. Tízes, és pont nem tízes van nálam, ugye? Jó, semmi probléma. Jó, így felmerült bennünk, hogy a fogadást kötünk, srácok, hogy... Meg tudom ezt csinálni, ezt a verdát. Ugye az ötödik rész végére, tehát úgy kezdtük, amikor újra kezdtük, ugye első részben volt az, hogy elmentünk a boltba, a második részben volt az, hogy összeraktuk a motort, tehát ez a harmadik rész, és ugye lesz még egy rész, és az ötödikbe el kell jutnom a városba saját lábon ezzel a géppel, akkor nyerek 5000 forintot. Ha nem sikerül ez a projekt, akkor...
akkor baj van, gyerekek, akkor baj van. Figyeljetek, kellene szerelni tovább, hogy minél jobban haladjunk. Jó ez? Jobb első. Aha, jó. Várjál. Ez ugye bolcsőhöz kellene csatlakozni, úgyhogy ennek szerintem ennek be kellene ugrani a helyre. Oh! Pixelvadászat. Oké. Okay. És pont nekünk jó csavar. Srácok, figyelj, meg se kell emelned igazából a kocsit, nem? És azon gondolkodok, hogy az emelőnek mi értelme van, mert igazából nem kell alá bújnod neked. Csináljuk a másik oldalt, az is legalább ugyanilyen csavar lesz. Hát nem tudom, láttok-e valamit, de mindjárt kell a nap. Srácok, ne haragudjatok, de haladásnak kellene lennie, úgyhogy várjátok, ezt kéne úgy csinálni, hogy minél távolabbról fog meg. Akkor ugye általában jobb szokott lenni. Aha. És ez tényleg valid ez az állítás, srácok. A mai terv az, hogy a lábon legyen az autó. Kerekeken. Minden, érted? És akkor utána be tudjuk rakni a motort. Meg akkor jöhetnek a többi cullang is. És kacog, várj, elvileg akkor már mehet be, ez biztos, hogy balos, ugye? Mehet be a gólyaláb? Hát elvileg be kéne, hogy menjen, várj. Hű, bazze. Nehogy elbugoltassak valamit. Várj, állj, hülye vagyok. Először meg ellen a kerék, hogy nem? Aha. Jók vagyunk. 12-es kulcs. Futi. Figyeljetek, akkor földobom ezzel az oldalon is, és akkor kezdjük innen a szerelést. Mindig elfelejtem, hogy jó messziről fogjuk meg. Na. Ja, bazzeg, rosszat fogok. Jaj! Kapkodok! Kapkodok, gyerekek, pénzről van szó, kapkodok éppen. Ferike, biztos vagyok benne, szurkol gyerekek, hogy ne jöjjön össze. Jaj, nem jót vettem ki. Az időpénz. Ez szó szerint most az időpénz, srácok. Az időpénz. Rohanási van. És akkor elvileg... De várjál, ez csak egy lengő karos. Érdekes, jó. Jó messziről fog meg, bolond gyerek. Ez valamit te, mit csinálok rossz? Ah, nem csinálok semmit rosszul, nagyon jó volt. Rúgbányi csavar, gyerekek. Pont mázlin van, mert pont jók. Ez 9-es. Az 10-es. 9-es, 10-es. Jó, egy kicsit durrog ez a téma, nem tudom mennyire halljátok. Hát lehet, hogy nem annyira jót tesz nekünk, hogy itt ott volt. Ja, lehet, hogy nem tesz jót, hogy nincs fölemelve, ugye? Oké, 9-es és 10-es kulcsok kellenének. Várja. Hozzuk ide középre, így. És megint stilőnyek, baza. 9-es és 10-es. Toronycsapágy, már ugye. Koszni elemeket föl kell raknom, Ferike? Hogy legyen? Vagy tudok csalni, hogy csak így lábban menjen, de... Vagy teljesen össze kell raknom? Nem mindegy, gyerekek. Figyeljetek, akkor nem is tudom, mikor nyit a bolt. 8 óra körül, addig szerelünk ezerrel, jó? Addig szerelünk. Bocs, hogy sötét van, de az idő pénz. Hú, bazze, olyan szomjas, hogy ha meghalok, akkor az ér. Úgyhogy menjünk inni gyorsan. Passzus, erre nem is figyeltem, hogy mindjárt meghalok. A többi csavar az ugye 9-es volt, 9-es. Megyünk inni egyet. Jó, eszünk is egyet. Ránézzünk az órára. Aha, már 3 óra, 30. Eszünk egy vizslit. Oké, 9-es kulcs kellene. Nekik a hatékonyságra azért nagyon ráfeküdt a keeper. Szerintem azért érzitek, hogy brutális sebessége. Figyeljetek, egy kis motiváció kell, aztán már is a keeper az neki el kocsit szerelni. Eddig itten tököltünk. Szerintem összességében legalább 20-25 részt csináltunk ebből a játékból. Régebben ugye próbálgattuk, trájogattuk, nem igen ment. Most azért már egyből megindult a dolog. Az mi? 12-es mi a tököm az ott? Nem is láttam eddig. Ezt elfelejtettem az előtt? Egyébként baromi jó, hogy látod, hogy milyen csavarok van. Ennyi erővel akkor össze is szórhatnak mindent, aztán akkor utána meghúzkodok minden csavart, nem?
Oké, kellene egy 12. Figyeljetek, mehet, fékbetétek, ezt onnan vegyek. Kölöd volna vennem fékbetétet, azt nem mondjátok. Azért lehet, hogy kellett volna vennem fékbetétet, honnan veszek fékbetétet, jajjaj. Segítsetek, gyerekek. Mert azért szerintem ebben nincsen fékbetét, rohadtul. Nem? Gyerekek, lehet, hogy nincs vele fékbetét. Ura rohadt sötét vagy, srácok. Bocs, hátuljához oda se vegyek komolyan, már itt izé lesz. Harakiri. Azon gondolkozok, lehet, hogy a kormányoszlopot be kéne raknom. Vagy azt be tudom pakolni motor. Motor után is, srácok? Mit mondtok erre? Jéééé, bazze! Bedobta belsejébe. Hülye gyerek. De mi van? Miért nem áll meg? Figyelj, nem áll meg. Írja, hogy jó, és kidobja. Itt valami hiányzik. Lehet, hogy az elején kellene össze a kormány összekötőket, meg mindent is, nem? Jó. Figyeljetek, rendbe kéne szednem magam? Akkor legalább megy azzal az idő egy kicsit. Meg lehet akkor... Mi kellene? Szomjúság, éjség, az én... Oké, stressz. Vizelet és higiénia, ugye? Várjál, van itt villany ebbe a... Éjségbe? Azért, hogy lássatok ám. Én tök látok egyébként. Csak tényleg, hogy ti is lássatok. Na, meg befújjuk magunkat ravarírtóval, mert ezt nagyon utálom. Ugye ez van. Vizeljé, vizeljé! Mi volt ez? Villámlott? Nem láttátok? Valami villad. És köszönöm, mintha villad volna valami. Várja, stressz, bagaretta kellene. Szerintem nem vettem gyerekek fékbetétet, szerintem azt kell venni, de azt nem is tudom egyáltalán hol kell venni. Lehet, hogy a izé boltba, vagy hol kell venni. Fék nélkül mondjuk tudok menni. Fater szokta mondani, hogy nem is tudom. Ész nélkül lehet menni, de fék nélkül nem. Amikor ilyen háztáji szekérre úgy közlekedtünk, hogy nem volt rajt fék. Háztáji szekér, azt tudod, csettegő. Na, vágond. Jó. Addig fölösleges fölraknom ezt, mert... Várjál már. Nincs rajta tényleg fékbetét? Hát beszarok neki, komolyan mondom. Ez nagyon szomorú, de még mindig egy csomó időnk van. Mert ugye azt hiszem, hogy 8 vagy 9-kor nyit az a bolt. Tehát addig nem érdemes menni, legalább egy olyan 7 óra. 7 órakor érdemes elindulni. Jó van, kezd világosodni, akkor addig dolgozzunk valamit. A kormányoszlopot kivettem, elraktam valahova, nehogy elveszem gyerekek, mert akkor meg azzal lesz baj. Mit nézeget? Vagy mi? Bölcső. Jajaj, jó. Oké, semmi gond. Kormányoszlopot ide tettem. Várjál, az nem fékbetét? Nem. Egyszerűen nem vettem fékbetétet, én hülye gyerek. Ude utálom magam ezért. Nem tudom, hogy a mot... Hát nem, a kerekeket... Figyelj, nem baj. Csináljuk azt, hogy most fékbetét nélkül összepettyintjük, és a kerekeket fölrakjuk, hogy be tudjam mozgatni. Aztán majd akkor levesszük a kerekeket. Csak az a lényeg, hogy legyen azért valahogy egybe az egész, 14-es gyerekek. Legyen egybe, meg lehessen mozgatni, meg be tudjam rakni a motort, ugye. Mert most itt elkezdem a motort rakni, aztán a vason áll itt a földön, lehet, hogy az nem tesz jót neki, kacok. Megint stilőnyek. Pixelvadászat. Egyébként tök jó, mert így a jobb és bal oldal tudod egyszerre csinálni mindenféle problematika nélkül. Nézzétek, mennyi csavart becsavartál mások az alvázba. És így jól látod, mert tényleg nincs az, hogy kihagysz egyet. Imádom. Jó, meg kéne kezdeni a hátulját. Itt akkor most már egy kicsit nagyon, vagy van fény. Ez valóban itt, aha, oké. Okay. 12-es, hátrahozom a készletet mindenképpen. De, és akkor befejezzük, annyi legyen, hogy a kerekek
kerekeket kelljen csak felpattintanom, hogy megérkezek, tudod. Eddig nem is lehetett látni ugye a csavarokat, hogy hol vannak. Az is tök idegesítő volt, hogy egy az, hogy nem is tudtad, hogy hol vannak, meg nem is láttál rá normálisan. És akkor mindig így pixelvadászkodnod kellett, hogy mégis hol van, merre van a csavar. Ez tényleg úgy kell egyébként, jó messzire állsz. És akkor az úgy sokkal jobb. Most mit csináltam? Ja. Fékcsöveket is be kell kötni, gondolom, meg minden, meg mondhatok a vezetékelés is szar. Hát majd meglássuk. Meglássuk, srácok. Mehet a fék dob. Valamiben hülye vagyok? Na, nem. Egyébként mindig félek, hogy valami hülyeséget csinálok. 14-es. Ugyanaz, mint az első. És kicsit elhanyagoljuk a májgorást. Gorost, mert izé, mert ezzel nagyon el vagyok. Úgyhogy egyelőre az egy icipicit hanyagolódik, de azért egy rész hetenként abból is lesz. Úgyhogy azért megpróbálok mindent. Minden videóból legyen az, hogy egy rész mindenképpen legyen. Szóval így annyira nem fogjuk elhanyagolni, hogy így abba hagyjuk. Farmingból is, meg mindenből egy-egy rész mindig lesz. Oké, meg is vagyunk, a rugót be kéne tenni, meg ugye a lengés csillapítót. A rugobugó. És szerintem ugye ez is külön. Külön van a rugobugó, meg külön a lengés csillapító. Vagy közte van? Álljál már, vagy valami legyen ma. De utálom ezt a pixelvadászatot, gyerekek. Ugye az sem mindegy, milyen távol vagy. Oké. Már is megemelkedett az a hátulja. Jó, hát ez nem is kellett. Tök fölösleges akkor emelni, gyerekek. Én ezt nem is gondoltam volna, hogy igazából semmi értelme az emelőnek, mert itt tök jó el vagy, de szerintem még a kereket is föl tudom pattintani simád. Megpróbáljuk messzebbről. Oda kéne belemennie, de lehet, hogy fölül szeretné, hogy piszkál... Jó, belerakom a következő másikat is, és megnézzük, milyen csavarok vannak. Látjátok, gyerekek, lábom van a kocsi. És most nem azért, de szerintem tök jó vagyunk. Hát megint messziről kell. Ha ilyen epic messziről csinálod, akkor nagyobb eséllyel találsz oda. De hát ez, gyerekek, az nem mindegy, milyen távol vagy, ugye. Figyeld a pixelvadászat. Azt a betyár. Ah, de az öcsém, az kemény jó. Na, még vannak, van 6-osak, meg vannak 12-esek, 6-os és 12-es, menjünk 12-re rá. Na. Micsoda? Nem is kell nekem öt, nem is kell még ezen kívül két rész, hanem mindjárt megleszünk, gyerekek, a 12-es becsavarom. Figyeljetek, ebbe a részbe, hogyha nem kéne elmenni a gumiért, komolyan mondom. Mondjuk ez nagy segítség, hogy úgy kaszninát, ugye tudom, nem kell úgy, hogy bebújni az autómban, nem kaszninát látom a csavarokat. Jó, ez egy kicsit ugye, ez egy kicsit nagy segítség. De tudott róla Ferencem, hogy ezt így csináljuk, mert látta a részt, hogy ez így működik. Így tök jó. Így azért könnyű, nem? Bár lehet, hogy így is be lehet félelni. És jó, és megígértem neki, hogy nem nézek róla a videót, de tényleg nem néztem. Meg nem is fogok nézni. Egy időm se lenne rá, meg az nem az én stílusom, ugye azt vágjátok. Jó, figyeljetek, kerekek kellenek alá, annyi az egész, alatta van minden. Bazza, hogy komolyan mondom, hogy nagyon durván haladunk. Brutál. Ezt nem is értem, hogy miért haladunk ilyen rohadt jól. Mennyi idő van, megnézzük. Iszunk egyet, meg lehet, hogy még enni nem kell. Hány óra? Figyeljetek, 5:30. Még mindig rohadt korán van.
Jó néz ki, oda rézé. Figyelj, a motort bele kellene csettintenünk? Na hozzuk. Mondtátok, hogy óvatosabb bánjak ezzel a motortartóval, mert ezzel tudok olyat csinálni, hogy így leszakad róla. Ha mondom, az kellemes, jó. Úgyhogy óvatosan. Meg mondtátok, hogy ezt nem egyszerű azért beállítani. Viszont ne nagyon lengessen, mert leszakad a pecsbe. És nem tudom, hogy hogy kell. Azt még megmondom, hogy fogalmam sincs, hogy hogy kell. Ez lehet, hogy bugolni fog itt, nem? Lehet, hogy nem kéne átolni kerekek nélkül. Sőt, tuti, mert biztos bugol, mert ugye nem van a bölcső. Most oda betalom alá. Aha, akkor az ott szétbugol. Jó, akkor ezt hagyjuk egyelőre. Ezt ide felkészítettük. Nézzük, hogy mit lehetne még. Elkezdhetem rakni az olyan dolgokat, mint például a hátuljára lámpák. Ugye? Úgy. Nem kis pályázik a keeper. Meg ez. Köptek a legyek, basszus, miért nem szóltatok, hogy izé. Melyik lámpa ez? Bal hátsó, hát tipikus. Nem is én lennék, hogyha jó helyre akarnám rakni. Hozzuk a jobb hátsót is. Oké, nézzük milyen csavarok vagy mi. Semmi! Ez nem fogja semmi. Ez kemény. Ez így jó megvan oldva. Jó, hát jöhet lökhárító, ilyesmi. Nem tudom, hogy hol vannak ilyen dolgok. Mik vannak egyáltalán? Át kéne néznem. Kipupupi. Ez mi? Mi? Mélynyomós kalaptartó. Csomagtérajtó. Figyeljetek, hát igazából akkor... Hol a lökös? Nincsen lökösünk? A kipufogó van csak ott lent. Hátúra mi kell? Hát a kipufogó majd alá. Az mi? Karácsonyi fények? Menj a francba, bazza! Karácsonyi fények. Ja, hát lökös nem látok. Van izé, van gumi. Ott a lököse? Hátsó lökös, melyik az? Vigyük. Éj, ez is a rászkódik, remeg, minden baj van. Na, ezt megint amire föl keteted. Oké. Okay. Ott van, annak van csavarja. 8-as csavarja. Hát ilyenkor én érzem, már érzem komolyan, tudom, hogy nem most nézni pedig, hanem akkor igazából, amikor már kinn a videó, tehát amikor veszem fel, nem látja, de érzem, hogy retteg, érzem, hogy retteg. Jaj, de nagyon jó. Na, fiú, hány csomagtérajtó mert? Gyerekek, ha mindjárt fullos a ver, de ne vicceljed, ebben a részben összekapja a keeper. Hát baromi jó vagyunk, gyerekek, komolyan mondom. Elmondom nektek, hogy én itt tök itthon, tök komfortosan érzem magam. Ez halál komolyan mondom, hogy rohadt komfortosan érzem magam. Viszont, én a idejétől fosok mindig, amikor el kell menni valahova. Mert akkor mindig valami történik. És abba biztos Ferike, hogy összetöröm magam, meghalok, nem találok vissza, beleborulok az árokba, ilyenek. Satuma! Hát gyerekek, fogok küldeni egy print screen neki, amikor végzek ezzel a résszel. Remélem már kerekeken áll az autó, az benn lesz a motor! Jó, úgy, mondjuk a részek hosszát nem határoztuk meg, azért egy óránál tovább nagyon nem akarok kifutni belőle, de hát lehet, hogy egy kicsit... Ezt ki lehet nyitni egyébként? Miért nem engedik kinyitni? Ha miért nem engedik kinyitni amúgy? Nem lehet kinyitni a csomagtér ajtót. Ez mi? Mi? De. Jó, ki lehet nyitni. Oké, okay, figyeljetek, ajtót azt még nem dobom föl. Egyébként ez itt nincs meghajulva az a vaz, vagy olyan furán. Furán néz ki. Jó. Mi van még, amit kellene majd? Motorháztető, első ívek, meg az ajtók. Ennyi, a kalaptartit is berakhatnám, nem? Az nem zavar engem semmibe szerintem. Ez megint amire beizgatom. Na valami legyen. Gyerekek. Mélynyomósot még nem dobom bele, mert még nincsen nekem mélynyomom. Jó, úgy látom, hogy ez csak így...
Így nem fogja semmi, de az durva, hogy nem fogja semmi, akkor az így kirepülhet, vagy mire számíthatok gyerekek? Én az egy kicsit parázok tőle. Hátsó ülés egyébként annyira nem raknám be, megmondom őszintén, mert az olyan snassz, hogy a hátsó ülést is berakja az ember, de egyefele. Egyébként azért jó, mert ugye aludni meg lehet rajt, úgyhogy ez tök jó. Skácok, mi csinál? Ez meg kitette be ezt az ajtót. Belökte a szél, mi? Szerintem annyira pörgök, alig nem is figyelek rá, hogy mit beszélek, úgyhogy lehet, hogy így megorroltok, hogy hülye vagy kípör, azt se tudjuk, hogy mi történik, csak mész, mint az izé, mérgezett tegér. Na, ezt akkor... Hopp. Oké. A 9-es csavarok. Figyelj, bele kellene mindent pattintani, és akkor utána lehúzni, nem? Rabjuk be az anyost is. Gyerekek, így még nem pörögtem a játékba, hát halál komolyan. Na, az meg kiröpült, nem? Ja, akkor le kell húzni, oké. Okay. Figyeljetek, hogy valami fog történni, kigyullad a lakás, valami lesz, baze. Én olyan szerencsétlen vagyok, hogy azt nem tudjátok elképzelni, biztos lesz valami. Valamit tudti lesz. Figyeljetek, én be fogom rakni mindjárt a műszerfalat is. Nem tudom hány óra lehet, úgyhogy azt is meg kell gyors néznem. Aztán utána meg tuningba kell rámenni, gyerekek, meg a rallyra. Azt is ki akarom próbálni, ha már így belejöttük. Egyébként látjátok, annyira nem béna a kép rám. Csak úgy, hogy mondjam, nem... Szeretek játszani úgy, hogy nem csak progresszíven, hanem ilyen... Hogy mondjam azt, gyerekek, hogy így... Hogy így élvezni a dolgokat, kipróbálni dolgokat, összeverekedni mondjuk a kocsma mögött, vagy a diszkó mögött a csávóval. Meg ha meghalunk, az se baj, azon is röhögünk egyet, tudod, inkább ilyen stílusba szoktam, nem ilyen vérkomolyan venni a dolgokat. Ugye befutok, megnézem hány óra van. Ég mindenhol a villany, de jó. Figyeljetek, 7 óra. Elinduljunk, szerintetek? Várj, befújom magam, mert ez viszont egy őrület. Nem tudom fékbetéteket honnan veszünk, de viszont hátsó fékünk attól még gondolom van. Lekapcsolom a villanyokat, és ezt sikerült felkapcsolnom, tudom. Azt el kéne mennünk, iszunk egyet. Jó, ezt majdnem így hagytam, jó. Várjál, villanyokat le kéne óttani a villanyokat. Valahol még ég? Szerintem nem, a garázsba ég. Nagyon brutál, ahogy pörgök. Ez meg... Hol a villanykapcsoló? Okay. Gyerünk, megyünk, gyerekek! Nálam vannak a feldik, nálam van a kalapács, ugye? A kalapács regula és a kalapács. Dinamikusan. Az ajtót meg kicsit tette be. Szél vagy ki? Gyújtás kapcsoló, már régen izzítanom kellene. Menjünk már el! Oda. Várjál. Ja, ki van oldva. Küldjük neki, gyerekek. Megyünk az autószerelő műhelyhez. Meg megyünk a szellemkastélyhoz. Ugyanod van mind a kettő. Ez a terv. És ne rohadt gyorsan. Várjál. Kössük be magunkat, mert meghalok. Akkor esélyt adunk Ferikének, hogy ő nyeri az 5000-et. Fú, nagyon-nagyon izé. Nagyon-nagyon. Gyerekek, ha véletlen megnyerem az 5000-et, akkor ki fogok sorsolni egy My Summer Kart, jó? Csinálunk egy sorsolást rá, gyerekek. Azért abból a pénzből veszünk, vagy pedig Steam-en játékokat, majd el fogjuk dönteni. Úgyhogy izguljatok! Segítsetek, hogy lenne minél könnyebb. De egyébként nagyon rá vagyok feszülve. Akkor 5000-ért veszünk valami játékot, majd eldöntjük, hogy mit. Steam kulcsot. Az sorsolási lesz. Már is költöm a pénzt. Ez a tipikus, nem? Amikor már fizetés előtt már költöd a pénzed, még meg sincs. Ez a tipikus olyan mentalitás, hogy hát ha majd megnyerem a lottót, akkor ezt vennék, azt vennék, az ember így elképzeli, érted? 20 évre előre az életét. csak a vonat ne jöjjön, olyan jó haladok, csak a vonat ne jöjjön. Nem jön, nem jön? Nem.
Rendesen fosok ám, hogy hol fogom elcsúszni. Nem szeretek kijönni a vidékre, mert itt mindig befélelek, gyerekek. Úgyhogy rohadtul figyelni kell, meg nehogy jöjjön a izé, a kuzin, tudod, az meg nekünk csapódik, vagy bármi történhet. Egyébként egy jó hátra szeretek ülni az ülésbe. Igaz, hogy ilyenkor a kilátás ugye nem olyan jó, mert ugye jó távol ülsz a szélvédőtől. Viszont nem tudom, nekem ez így fétisem, hogy így jó hátra üljek. Kocsiba is így mindig jó hátra szoktam dönteni az ülést. Ilyen majdnem fekvő pozícióba, tudod. Íbaze, ez nagyon-nagyon necces volt ez a kanyar. Jó, messze van az autószerelő egyébként ám. Egy kicsit problém, de hát ez van. Nem tudom, hogy 8-kor vagy 9-kor nyit, ha nincs idva, akkor elmegyünk a szellemkastélyhoz. Meg kell szerezni még a kerekeket, tudod? Meg kell szereznünk a kerekeket. Meg ugye nem tudom, hogy ez a gumizás az hogy működik, hogy ez mennyi ideig tart. Tehát, hogy megcsinálja instant, fölgumizza, mert azon tehát, hogy el kell hozni gumizni. Akkor az tök jó lenne, mert akkor nem is kellenének a izékerekek, a normálosok. De hogyha nem csinálja meg egyből, akkor kell a normálos kerék, mert kerékre kell rakni az autót, hogy tovább tudjak szerelni. Úgyhogy ez van, gyerekek. És ugye az a kikötés a fogadásnak, hogy az utolsó részbe, tehát ez most a harmadiknak számít, jön még egy negyedik, és az utáni részbe nekem már el kell mennem a városba saját lábon, azzal a kocsival. Tehát akkor nyertem meg a fogadást. Nem csak, hogy megépítem, hanem, hogy bírja ki a városig. Jussunk el a városba vele. Úgyhogy az mindenképpen a földes útnak kell jönnünk, az egy kicsit lehet, hogy problém lesz. Mert ugye nem tudhatok bele szerintem az igazoltatásba, mivel műszaki nem lesz a kocsin. Ugye le kell műszakiztatni. És akkor az ugye elég nec lesz. Gondolom azért megbüntetnének. Jó, gyerekek, egész jó veletek, nagyon koncentrálok. Nehogy elcsesszünk bármit is. Jó, úgy figyelek a járműnek a rezdüléseire, srácok, el nem tudjátok képzelni. Rendes rally pilóta sztájba tolom. Na, ide bevágódom. Visszatesszük egybe. Ó, nyitva van. Akkor ez mikor nyit, baza? Én meg lemertem volna fogadni, hogy 7-kor, vagy a 8-kor, vagy akkor 7-kor nyit, vagy mikor nyit, vagy ilyen hamar ide értünk. Kikötjük magunkat, arra is figyeljünk, hogy nehogy jöjjön autó, vagy bármi, nehogy elütessük magunkat, mert akkor ráforogunk. 8-tól 16-ig, ez a baj, nincs óránk, hogy most, mert akkor már 8 óra elmúlott. Mi jár a fejedbe? Mi ez? Dino. Mérőpad indítás vásárlása, vagy idővásárlása, figyeld. Lehet izé méretni. Szolgáltatás prospektus. Na várjál, akkor nézzük meg, hogy mit, hogy van. Gumiztatni akarok, testvérem. Ez mi ez? Ez mi ez a felni aligment? Ez micsoda? Nem tudom, mi az aligment. Brake checking 1200. Mi a fasz? Bocs. De jó, itt volt a haver. Na, vagy a kuzin. Azt nézem, bazza, hogy mik ezek? Figyelj, javítani valamilyen törött engine alkatrészeket. 2009-15. Motor Touring 4000. Motor beállítás 1290. Windshield, szélvédő. Mi? 9200? Suspension mounts, akármicsoda, nem tudom mi az. Hát a suspension mounts-ot, azt tudom, de ezt nem tudom, ez track, blablabla. Roll cage. Ez lehet, hogy megerősítés, ugye? Ez lehet, hogy suspension mountoknak a megerősítése. Roll cage, gyerekek, van itt. Nitro oxid. Tök jó, gyorsnak kell lenni viszont. Ez mi ez itt? Nem írja.
Ja nem, ja, hogy változtatni a Final Gear Change, a végáttételt. Kárbari javítás, gondolom, ajtó. Ja nem, meg tudod venni. Húdot, ezeket meg tudod venni. Front grill, tök jó. Föstés. 13 ezer, 21 ezer. Mi vannak itt? Há, itt van gumi, he? Standard gumi, 1750 darabja? Ez most... És még akkor még felhúzatni is? Na jó van. Kösz, haver. 1750. Édes Isten. Ja, jó van, várjál már, akkor húzunk innen. Basszus. 1750, várjatok, fogalmam sincs, hogy az most darabja a guminek 1750, és utána még akkor az volt az a wheel akármicsoda, hogy föl kell húzatnom, vagy hogy van? Gyerekek! A végén! A végén egy dologba fogjuk megbukni a dolgot, gyerekek. Már látom, látom, hogy nem lesz pénzünk, basszus. Ha kell nekem, basszus, mondjátok azt, hogy nem kell nekem már semmit vennem. Mert hogyha kell vennem, akkor nekem ennyi volt a pályafutásom. Mert akkor még ha munkát is kell elvállalnom ahhoz, hogy az ötödik napra nekem sikerüljön a projekt. Itt kéne valahol bemenni a szellemkastélyhoz. Itt te. Yeah. Egyébként a méhek ki vannak véve, úgyhogy utálkozni lehet, de ki vannak véve a méhek. Nekem nem kell, hogy méhek legyenek. Várjál, hogy működik ez a... Mondtatok, hogy ezt be lehet törni izéve. Izéve, ilyen hammerrel, várjál. Ezt hogy kell fognom? Hát fel vagy bal gomba, hogy hogy kell ezt használnom, gyerekek, egyáltalán? Kettes gomba, vagy... Nem tudom, bazzel nem tudom. Ez hogy működik? Aha! Ez így működik, ez komoly! Ez a vigyázni kell az a kalapács, hogy gyerekek hozzáérek valami, az meghal. Na! Föl kell venni a gumi, az elvileg remélem működik. De én töröltem a méheket mindenhonnan a játékból. Igazából időhúzás hülyeség, mert most itt insurance aztán oké. Okay. De ugye, hogyha észrevesznek, akkor insta kill. Azt akkor annak megint sok értelme nincs. Ferike meg fogja óvni ezt. Hogy ilyen könnyítések vannak. De körülbelül egy perc, nem, három percet veszítettem volna, hogyha itt sumákba megyek el, ugye a méhe ott lett volna fönn. Nem is tudtam egyébként, hogy működik-e, mert ugye még nem sikerült tesztelni, mert de mondjuk beszéltem szerintem az előző részbe. Megvan akkor, megvannak a standard, a basic regulák. Oké. Okay. Valahogy... Ki kéne tolatni okosba innen. Már behúztam a kéziféket, mi? Akkor belső nézet megint. Az nem működik nekem a kézifék a billentyű kombináción, pedig azt hiszem, hogy rá van állítva. Ez belső nézet, vagy külső nézet, ez egy hálás dolog tud lenni. Há, igen, csak ha nem fordulna hátra. Egyébként ez nagyon baba ez a hát külső rézet. Ez az! Rúgjál! Rúgjál! Ez egy nagyon rúg. Na, menjünk, menjünk be elsőbe azért. Jó, kösz! A ugyan autentikus. Jó hangos a játék, remélem, hogy nem zavaró ad nektek. Megvannak a kerekek. Nagyon gyorsan föl kéne szórni legalább még ezt. Igazából annak örülnék, hogy így összeállna a gép már ebbe a részbe. De viszont rohadtul figyeljünk, hogy ne kapkodjunk, nehogy meghalljunk, már én nem vagyok beködve már megint én hülye gyerek. Ugye azt meg áthúzom ide még. Dupla védelem. Ja, fosokám, elmondom nektek, fosok. Vassze, itt olyan könnyű meghalni ebbe a játékba. Na menjünk. Teszünk egy harmadikat azért. Azért gyorsnak kéne lenni, gyerekek, húzassuk neki.
Megszereztük a kerekeket. Gyerekek, olyan ennél produktívabb, szerintem soha büdös életben nem voltam játékban, komolyan mondom. Hát a lelkemet eladom 5000-ért, de egyébként tényleg azt csinálom akkor, hogy azon valami megfogjuk, mit tudom, kisorsoljuk, hogy vagy megszabasztatom, hogy milyen játékot vegyünk, és mit sorsoljunk ki, bár az egy kicsit már komplikáltabb az. Mi hogy nem egy 10 videót sorozatot csinálok a kisorsolásból, nem gyerekek? Nem valamit kitalálunk abból majd. Várja, állj! Hoppa. Azért majdnem sikerült instakill meghalnom, láttátok? Az nagyon komoly volt. Bazzer, hogy rugunk. Ez brutális volt, ez mi volt, gyerekek? Ezt nem hiszem el, ezt a mázlit. Ez durva volt! Hogyha ne... Hát nem tudom, ha fékeztem... Ja, egy picit fékeztem. Lehet, hogy elment volna előttem, de nem tudom, hogyha én megyek neki, akkor is meghalok-e. Lehet, hogy úgy van megcsinálva, hogyha hozzáér, akkor instant meghalsz, nem? Vagy nem... Tényleg nem tudom, hogy van ez. Úgyhogy... Hát nem sokan múlott 3 méterem konkrétan, hogy nem haltam meg, úgyhogy... Úgyhogy azért szerencsének... Nem tudom tényleg, ha neki, én megyek neki, akkor mi lenne? Lehet, hogy akkor is elsodor meghalok. De ez azért elég mázli volt. Lehet, hogy nem haltam volna meg ilyen pici sebességgel. Nem tudom ám, srácok, franc tudja. Úgyhogy... Hop, álljál meg, bazza! Itt a bekörvóra fordulra, hülye gyerek. Nem külső nézet ezek, mert azt mondjátok, hogy csalás. Mindjárt otthon vagyunk ám. Figyeljetek, kihasználjuk, ugye nappal mindenképpen dolgozunk. Teszünk neki egyet. Jó, nem sok üzemanyag fogyott, azt nézem, hogy konkrétan tele van még mindig. Mondjuk nem olyan túl sokat mentem, de viszont egyébként teletankolod ezt a verdát, szerintem egy jó pár, akár hétig is el vagy vele. Hú, basszus, ezeket a kanyarokat, ezeket, mert lassan hallod? Nehogy meghalljak. De tényleg attól félek, hogy nehogy az legyen, hogy kell valami alkatrész. És arra nem fog pénzem lenni, mert kell, akkor még basszus, azt is be kell iktatnom, és az minimum egy full rész. Mi a hang? Hogy... Hogy szerezzek pénzt. Vaja, itt is el kéne fordulni, te hülye gyere. Jaj, bazza. Na, megint tolhatok vissza. Óvatosan kell, mert úgy rúg, mint a disznó. Remélem, jó fele vegyek egyáltalán. Juhuuuj! Kicsit nagyon megeresztettem. Tényleg nehezen bukjunk el, hogy meghalok. Mert akkor ugye a városba fogok újjászületni, minimum egy rész, hogy visszaérjek. Aj, basszus. Tiszta para a vezetésemben a játékban ezeken a földes utakon. Nem tudom visszaadja-e, de egy kicsit gyorsabban mész, olyan sebességérzet van. Szerintem ilyen... Forza Horizon elmehet a francba ehhez képest, de a sebességérzet tére. Mert olyan para sebesség érzed van, hogy tényleg megőrülsz. Várjatok, egyébként... Meg kéne nézni a számlát is. De milyen napban szerda? Hát 3 nap alatt talán nem kötik ki a villany. Ugye hétfőn kezded a játékot. Jó van, gyerekek, hozzuk a regulákat. Hozzuk minden kereket? Basszus, most már kezdek aggódni, hogy... Nem felejtettem el valamit. Gyerekek, kizérni kéne valahogy. Ja, hülye voltam. Mondom, dobok neki egy rükit, aztán csinálunk egy ilyen, ilyen halálos irambai megfordulást. Hát nem volt annyira baráti ez a dolog.
Oké, gyerekek. Jó! Megjöttünk. Rendesen pattog a kipufogó szerintem, srácok, nem? Mármint így tudjátok, amikor így... Valahogy stilőrek. Na, mi a szitu, gyerekek? Mi a szitu, mi újság? Akkor ki kéne szórni a 1, 2, 3, 4, és akkor szórjuk ki a kolapács. 1, 2, ezt lehet, hogy föl kell emelni, mert mindjárt megnézzük. Nehogy elbugoljon basszus az autó, vagy fölborul, vagy valami. Annyira félek tőle. Na nézzük, hogy ezt így fölengedi. Ó, föl, bazze, de jó, és akkor nem kell izélni, tökörészted. 13-as kulcs, Isten áldjon. Na, mekkora király. Gyerekek, ez a játék azért az jó. Na, és akkor még egy kicsit kiosztáljuk az időt. Nem tudom. Figyeljetek, hogyha esetleg túl hosszú, mit tudom én. Nem tudom, valahogy meg kéne ezt oldani. Nem tudom hány, mennyi idő. Mert akkor most ennyi erővel érted, hogyha részekbe mérünk, azt 5 óra alatt is csinálhatnám. De valami emberi mértékkel próbálom nézni. Nem tudom, mikor kezdtem, de szerintem... Mennyi lehet? Most leszünk nagyjából egy óránál. Vagy még annyi se? Mert akkor meg túl kevés. Nem tudom, bazza, ennyi ideje megy az a rohadt gameplay. Annyi mindent csináltunk, hogy teljesen rá vagyok függve a dolgokra. Ja, hát első fékünk Nuku, az biztos. Azt mindenképpen kellene szerezni. Ott nem láttam, ugye? Hát lehet, hogy valami munkát kell majd vállalnunk még menet közben. Gyerekek, meg kéne nézni, ez a gumi, ez mennyire jó állapotú. Ezt mondtátok, hogy ezzel meg tudom nézni, hogy valami ilyen van. Hát ez hogy az anyámba? Gyerekek, hogy tudom megnézni ezt a gumit? Azt mondtátok, ez állapot... Mi van? Állapot 1%! Hát hülye vagy? Állapot 1%, az azt jelenti, hogy megyek vele egy 20 métert a szemposztalig, vagy mi? Mi a fasz? Én ezt nem bírom, gyerekek. 1%-os gumik? Ez most meglepő volt és mulatságos, komolyan. Egyébként fölöslegesek az emelők ebben a játékban, halál komoly, nem? Mármint így föl tudod pattintani anélkül is a kereket. Bár ez egy kicsit érdekes, nem tudom. De szerintem gondolom, aki így, hogy mondja, gyakorlottabb, az biztos nem is használja őket. Mert akkor minek tologast az emelő, talán érted, nem? Most mi értelme van? Hát ez nem... Néhány dologban az a játék egy nagy szívotás, néhány dologban meg nem irreális, vagy nem reális. Hát jó, egy csomó dologban tudom nem reális, mert egy csomó, azért nem ennyi csavar kell egy autóhoz. Azért te elkezdesz szerelni basszus egy autót, akkor nem ennyi csavar kell becsavarni, meg kicsavarni, azért sokkal bonyolultabb dolgok vannak. Meg hát csomó tömítés hiányzik, meg első, fú, mennyi cső, meg mindenféle. Oké, akkor. Meg vagyunk, gyerekek, hát meg kéne próbálni ezt a motort behelyezni. Én ettől egy kicsit parázok, és legyünk rajt túl, vagy nem tudom. Na, hogy legyen ez, gyerek? Azt se tudom, hova kell ezt beengedni. Hát gondolom valahova ide. Nem fordítva van? Mi a gyerek? Nem fordítva van? Hallott? Izé, lesz 4 vagy 5 hátra mehetünk, meg egy izék előre, mi? Az ugye adná. Srác. Na! És most tényleg azt sem tudom, hogy mi van. De ne olyan gyorsan, Fido van. Gyerekek, hova kell ezt engednem egyáltalán? Várjál. Hát ne legyél hülye, keeper. Tényleg nem fordítva van ez a motor? Fasza lenne, na. Hát nem fordítva, mert ott van a víznek a helye. Meg hát ott van, hátul vannak a féltengelyek, ugye? Meg várja, meg a hátul van a kipufogó, jó, hát azért... Gyerekek, én komolyan képes lennék fordítva berakni. Azért ez így aranyos, hogy ezt így rá... Hova kell engednem, hogy mi, hol vannak a bakok? Telefon, jókor, basszus. Kicsit fellélegzek. Na. Szivattyúzni akar. Ettere, szivattyú. Ott. Szivattyúztatni kéne, gyerekek. Hogyha nagyon nagy szar van,
Akkor szivattyúzunk. Ez most jó kijött, mert tényleg nem arra gondoltam, de... Na bazze, gyerekek, hogyan anyám valagába kell ezt belehelyezni ebbe a kotlába? Várjátok, gondolkodjunk, itt van nekem egy ilyen ilyenem. Ez szerintem oda kell, hogy menjen. Látod, ott egy motortartó. Ó, az, oda le, ugye? Jó gondolkodik a képer, meg jó, hogy nem raktam fel ácsot. Figyelj, így pont belátok, oda nézze. Pont nem látok be, de... Na tudod, annak a motortartónak... Bazze, ne menjél el, miért megy lejjebb? Hát hülye ez? Bazze, miért nem hiszed el? Balta helyére! Elengedtem! És ez fanyos csavar. Bazze, mi van? Nem áll már megint mi volt? Nem jó helyem van? Lehet, hogy nem jó helyem van, kicsit balra kellene vinni. Ó, te fiú! Ó, te! 11-es. Húj! Gyárékék, hát hajsz ki, jaj! Kell csinálom egy képet, várjál! Lövök egy selfie-t! Jó. Kár, hogy nem lehet egy selfie-t csinálni. Jaj, de nagyon durva! Na, 12-es. Hogy örül a képer mi? Az a neon meg néha villanik, vagy nem tudom mi van vele. 11-es. De nem 12-es, az előbb nem 11-es. És te akkor hülye vagy? Mármint én magamnak mondom. Bazza, benne lesz a motor. Hát én el se hiszem. Na. Helyére ugrott a testvérem. Figyeld. Azért vannak itt komoly dolgok, gyerekek. Ha? Azért? Ez meg... Azt hittem, ez meg 13-as volt, de akkor megbolondulok. Ott van még hátul egy. Motortartó bakok, ugye? Fölül meg mutat valami, de az a karburátor állító csavar. Figyeljetek, akkor ezt így... Hogy tudom ezt így leoldani innen? Ha? Elvileg, ezt le is oldhatom szerintem, nem? Ez a csavar, tízes csavarokkal. Stilőnek már megint? Hát tényleg, miért stilőnek itt ebben a játékban mindig? Szerintem egyébként vége lesz eznek a résznek, nem tudom, legközelebb majd mérem jobban. Remélem nem nagyon maradtam túl az egy órát, vagy lehet, hogy még annyi sincs, de... Oké, azt kivesszük ezt a csavart, meg elvileg a másik oldalon is volt valahol. Túlfelül állt ellenbe. Na hát azt aztán megtalálni. Ez az nem, ez. Dick! Nem mondod, ez azért meg van csinálva a gyerekek. Hát itt Ferikének kell egy ízet, egy print screen csinálnom mindjárt, hogy mi is folyik egy gyöngyösebb, mi is folyik egy gyöngyösebb. Nem fogja elhinni, bazze, komolyan, nem fogja elhinni. Azt hiszi, összevágtam a videót, vagy valami. Tuti. Ezt figyelj, rakhatom félre, hát erre nincs szükségük, gyerekek. Ide rakja a keeper. Szevasz, tavasz. Az egy, úristene! Jóó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 
Be kell raknunk a izét, a gyújtás kábelt, be kell raknunk a hűtőrendszert, mondjuk még azért van sok munka, de azért már nincs olyan sok alkatrész, tudod-e? Na, tudod? De mi beborult az ég. Pont pedig akartam egy jó képet csinálni. Na jó van, gyerekek, elbúcsúzom. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jók legyetek, sziasztok. Csodálatos az a jármű, bírom. Az ember olyan büszke tud lenni egy ilyen rozsdakupacra, még így játékban is. Köszi szépen, sziasztok!